Dicsőség Jézus Krisztusnak! Szeretettel köszöntöm a kedves zarándok testvéreket. A zarándoklat első napjaiban a zarándok már kezd elfáradni, de ugyanakkor a lélek kezd megerősödni. Lehet, hogy a zarándoklat napjai egy picit ránehezednek az emberre. A zarándoklatnak a súlyát is kezdi érezni az ember, de ahogyan telik múlik az idő, ugyanúgy kell, hogy érezze a léleknek a megerősödését. Egy-két nap után a test elfárad, de a léleknek meg kell nyugodni. Egyfajta békére kell találnia a zarándoknak, és ebben a békében kell tovább zarándokolnia. A nyolc boldogság tanításai között azt olvassuk, hogy boldogok a békesség szerzők, mert ők Isten fiainak hivatnak. Egy lelkiatya tanítása szerint növendék érkezett a lelkiatyához, és elmondta az ő nyugtalanságát, az ő bánatát, az ő panaszát, és a lelkiatya azt mondta, hogy fiam, menj oda a kúthoz, és dobjál bele egy követ, és nézz bele a kútba. Növendék odament, beledobta a kútba a követ, belenézett, és a víznek a hullámzó felületét látta, majd visszament az atyához, és elmondta neki, hogy tulajdonképpen a víznek a hullámzó felületét látta. Erre megkérte az atya, hogy menjen ismét vissza. Várja még, míg a víznek a felülete elcsendesedik, és akkor ismét tekintsen bele a kútba. És amikor beletekintett, a víznek a felszíne már teljesen elsimult, és megláthatta saját magának az arcát, a tükörképét a víz felszínén. Visszament ismét a lelki atyához, és elmondta, hogy megértette. Ahhoz, hogy az ember békére találjon, meg kell, hogy nyugodjon. A környezetében le kell, hogy csillapodjanak a dolgok. Az zarándoklat alkalmával az zarándok elszakad, kiszakad abból a környezetből, amelyben korábban élt, és mint a víznek a felszíne, le kell, hogy csillapodjon, meg kell, hogy nyugodjon. A zarándoklat olyan, mint egy lelki gyakorlat, amikor elvonul a lelki gyakorlaton résztvevő, és meg kell, hogy nyugodjon az ő lelke, hogy mindaz a sok hatás, ami a világban körbeveszi őt, ami egy picit felkavarja, felzaklatja, ami hullámzóvá teszi az ő életének a felületét, az le kell, hogy csendesedjen. Meg kell, hogy nyugodjon, békességessé kell, hogy váljon. A zarándoklat alkalmával ezt a békét kell megtapasztalnunk, és mindazok, akik már zarándokoltunk, meg is tapasztaltuk, hogy milyen csodálatosan be tudja ezt tölteni az embernek a lelkét. Most nem tudunk aktívan részt venni a zarándoklaton, de el tudunk azon gondolkodni, vajon mennyire nyugodt, békés, csendes az én lelkem. Mennyire zaklatott, hullámzó az én életem. Nincs-e nekem is szükségem arra, hogy én is egy picit elcsendesedjek, megnyugodjak, vajon a békesség betölti az én szívemet? Vagy lehet, hogy én is időnként indulatos, lehet, hogy időnként ideges, másokat bosszantó, vagy éppen sértődékeny, és mások tettein megütköző ember vagyok? Ez a lelki zarándoklat, mint egy kis lelki gyakorlat, azt akarja mindannyiunk életében elérni, hogy mi is békére találjunk. És ezt a lelki békét, amelyre mi is rátalálunk, ezt a lelki békét tudjuk másokkal is megosztani. Boldogok a békesség szerzők, akik mások életébe is békét tudnak vinni, akik másokat is arra tudnak buzdítani, hogy igen, te is állj meg egy pillanatra, csendesedjen el az életed. Amikor mi is rá tudunk kérdezni másoknak az életében, és a te életed nyugodt, békés, csendes,
Nincs-e szükséged arra, hogy te is egy picit megállj, elcsendesedj? Amikor látjuk azt, hogy mások valakivel lehet, hogy haragban élnek, vagy valaki megbántotta őket, akkor mi meg tudjuk őket vigasztalni, meg tudjuk őket békíteni. Ha látjuk valakinek az életében, hogy nagy teher nyomja az ő vállát, ez lehet egy munkahelyi probléma, egy egészségügyi probléma. És mi tudunk vigasztaló, békét hozó szavakat mondani neki, akkor mi ezeket a lelkünkből fakadó, békességet szerző állapotot tudjuk megosztani velünk. És Jézus tanítása szerint nem csak az a fontos, hogy mi rátajáljuk a lelki békénkre, vagy másokat megbékítsünk, és másokban is felébresztjük a békességnek a vágyát, és megbékítsünk embertársainkat. Hanem a tanításnak a második része is, mert Isten fiainak fogják majd hívni őket. Egyedül Jézus Krisztust hívjuk Isten fiának. És mindazok, akik békét tudnak hozni ebbe a világba, akik békében tudják élni az életüket, azok egy picit Jézus Krisztushoz hasonlítanak. És így Isten gyermekeiként élhetik az életüket. Én tiszta szívből kívánom mindazoknak, akik ezen az online lelki gyakorlaton részt vesznek, hogy ezekben a pillanatokban, ezekben a napokban találjanak lelki békére, hogy majd őket is Isten